Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kolléginák, kollégák, hiszen én azt hiszem, itt a diákokat is nyugodtan már kollégáknak tekinthetjük. A rendezők azt kérték, hogy a mostani 78. Omékon, 10. Földrész Fórumon elhangzott előadásomnak egy rövidített változatát mondjam itt el, ezért van ez a megjelölés. Megpróbálok a lényegre törően ebből kivenni azokat a témához illeszkedő szempontokat az előadásomban összefoglalni, ami ehhez a nagyon jó témához, és gratulálok a Greenpeace rendezőinek, hogy az ökológiai gazdálkodás oktatásának a kérdését és annak kérdésköreit vetették föl. Itt mindig tegyük hozzá, ilyen a magam szóhasználatában azt mondom, hogy ellenőrzött és minősített ökológiai gazdálkodás. Tehát nem egyszerűen csak úgy rámondjuk, meg nagyon kedves néni a piacon azt mondja, hogy biopaprika, nem. Csak az ellenőrzött és minősített ökológiai gazdálkodásról lehet szó. Ez Gödöllőn, hát egy, azt lehet mondani, maga a Szent István Egyetem, korábban Agrár Egyetemnek egy igazi nagy kezdeményezése volt 25 évvel ezelőtt, hiszen a Környezet és Tájgazdálkodási Intézet, Stefanovics professzor úr és Ángyál József vezetésével 25 évvel ezelőtt alakult. Most már ne keressük, most éppen nincsen. De az oktatási és az egész hozzá kapcsolódó tudásunk és az ott felhasznált tapasztalatunk az megvan. Az oktatás esetén, ha az ökológiai gazdálkodás oktatását nézem, akkor mindenképpen majd a eltérő és kiemelkedő minőséget feltétlenül hangsúlyozni kell. De azt hisszük, hogy a piac úgy magától érthetődik a minősített biotermékeknél, nem teljesen. Minden piacért meg kell harcolni, és minden piacnak vannak sajátosságai. Ezért ezt néhány szempontból fölhívom erre a figyelmet. És a jövedelmezőség se akármi, hiszen az egész gazdálkodás, és mindig maradjunk ennél, hogy ökológiai gazdálkodásról van most ma szó, annak mindig jövedelmezőnek is kell lenni, és ennek is van néhány különleges szempontja, hiszen hol nincs igazán hozzáadott érték, többlet érték a gazdálkodásba és a végtermékbe, hát pontosan a biogazdálkodásba. Ez is egy vitatott terület, néhány szót majd erről beszélünk. Ha az oktatásáról beszélünk, nincs most idő arra, de kérem, hogy az öko, ahogy már hallottuk, biós, organikus, ugyanazt jelenti fogalmát, mindig is a diákkal, mindig is a hallgatósággal meg kell ismertetni. Ez egy Márai Géza féle ökológiai gazdálkodási fogalomkör, biztos van más is, sőt, tudjuk, hogy van más is, ezt csak felvetítettem, nincs időnk végigmenni rajta, néhány fontosabb részét kiemelem, csak ha fel akarom hívni a figyelmet, hogy igenis a fogalomkörrel kell kezdeni az oktatást. A ökológiai gazdálkodás végeredménye, és így ilyen értelemben a termelési technológia, de az abból megtermelt élelmiszer alapanyag és élelmiszerek minősége egy különböző, a mai minőség kategóriában különböző fokozatokon megy át. Ebben, ha látjuk, akkor a általános minőségi alapelveket, a termelési érték, fogyasztói értéket mindenképpen teljesítenie kell. Azt hiszem, ezt mindenki magától érthetődőnek tekinti, és így is figyel rá. Egy olyan 15 évvel ezelőtt jött be egy új minőségi szempont, ami külön az élelmiszerbiztonsági érték. Most éppen napjainkban az étkezési tojásnak a fertőzöttséget, de gondoljunk csak végig a dioxinbotrányokon keresztül, akár a DDT-től kezdve a BSE, tehát a szivacsos agyvelőgyulladás, a szalmonella probléma. Minden évben volt legalább 2-3 nagyon komoly élelmiszerbotrány, ezért tehát az ökológiai gazdálkodásban ezek az élelmiszerbiztonsági szempontok fokozottan minőségi szempontok. A minőségnek a biogazdálkodásba való töbletei között néhányat kiemelek a fogalomkörből, a teljes körűség az első. Magyarul itt mindenképpen egy nagy összefüggésrendszerbe, a talaj, növény, állat, ember, mint csúcsragadozó összefüggésrendszerbe kell a teljes körűséget értelmezni. Ez magával vonja azt, majd Rodics Katalinnal majd külön is
értekezünk erről, hogy a talaj élet, a talaj központusága, ugye a biotermesztésnek van egy egész különleges ágazata, ez a Rudolf-Steineri alapokon, már a 1920-as évek első világháború után a Rudolf-Steineri biodinamikus gazdálkodás előtérbe helyezte a talaj élet óriási szerepét, de a teljes körülségbe beletartozik a növény-állat együttes kezelése, a tápanyagforgalom a növénytermesztéshez, az állati tartás ilyen értelmű szerepének a kihangsúlyozottsága, és természetesen az embernek, mint rendkívül rossz visszahatásnak a megléte. Az ellenőrzettséget már mondtuk, javító megújulhatás, rengeteg adat van a többlet vitamin ásványaik és speciális védekező hatóanyagok többletére, akár milyen tekintetben a értékes nutritív anyagok, különleges védekező hatóanyagok többletként vannak a biotermékekben, így a minőségnek ez egy többlete. Napjainkban további minőségfelfogás alakul ki, mégpedig például a funkcionális élelmiszereknek a minőségi kérdésköre. Magam vizsgálatai több publikációt is írtam a Biokultúra újságba. A minőségnek ez például a funkcionális élelmiszerekhez való kapcsolódása feltétlenül azt jelenti, hogy az iparszerű gazdálkodásban mind ez ellenható minőségi szempontok vannak, a környezetgazdálkodásban viszont is elnevezett biotermelésben is priver prevenciótól egészen az egészséges és hiteles élelmiszerek megvalósul a funkcionális élelmiszernek a fogalma. Ezért tehát, ha biominősítést kap egy élelmiszer, az egybe funkcionális élelmiszert is jelent. A biopiac nagyon-nagyon általános helyzetét nézve, általános a nemzetközi vonatkozásban az alapanyaghiány, ez sajnos a kelet-közép-európai ország azt jelenti, hogy hihetetlen mértékben eladjuk az alapanyagainkat, és nem dolgozzuk fel itthon, ez majd a többletértéknél bizony vissza fog ütni. Az általános felár az érvényes, ennek még vannak többszörösei is. A egyre erősödő társadalmi szakmai elfogadottság a piaci helyzetet rendkívül befolyásolja. Nem is gondoltuk, ugye magam is több mint 30 éve a biokultúra mozgalomban dolgozom, elnöke is voltam sokáig a Biokultúra Egyesületnek. Ez nem volt akkor, nem volt természetes, hogy az iparszerű vegyszeres gazdálkodás olyan mértékig eluralkodott, hogy nagyon erősen kellett harcolni, hogy a társadalmi elfogadottság és a szakmai elfogadottság meglegyen. Az összélelmiszer forgalomban már az EU nyugat-európa részén 10-20%-át teszi ki az Európai Unióban, hatalmas piac, gondoljunk erre, mint meglévő és ilyen értelemben hiányos ellátottságú piacra. Még az előzőhez hozzátartozik, hogy olyan erős a fejlődés, hogy 11 millió hektár fölött van az ellenőrzött bioterület az Európai Unióban. Ez egy óriási fejlődés, amin keresztül ment. A hazai piaci helyzetet, az, amit már jeleztem, hogy óriási az alapanyag export, bizony 70-80%-át a magyar megtermelt mezőterményeknek exportáljuk. Ezek sokan azt mondják, hogy ez jó, mi azt mondjuk a hazai fogyasztása és az egészséges élelmiszer szempontjából viszont nem jó. Csehországban ez kb. 50-50%. És Nyugat-Európában máshol még több a hazai felhasználás, tehát 60-70% a hazai, pont fordított, mint nálunk. Tehát ez a hatalmas export kitettség, ez nem jó a magyar biogazdálkodás piaci helyzetébe. És nagyon ebben együtt élelmiszer bővülő importja viszont hatalmas mértékű, megjegyzés a pikirtségbe, hogy ugyanazt fogjuk feldolgozva visszavásárolni, és ez egy nagyon rossz cserearány, nagyon rossz cserearány. Jelzi is, hogy a biohazai forgalom, de még most is nem a termelés, csak a forgalom bizony még 1% alatt van, 0,5% alatt is sokan mondják. Na most a jövedelmezőkészség és versenyképességhez egy kicsit az Európai Uniós csatlakozásunk és ahhoz kapcsolódó uniós helyzet mögé kell nézni. A fiatalok nem emlékeznek arra, idősebbek talán igen, hogy a
a 2004-es csatlakozás előtt ugye az volt, na most akkor Bécsben nyithatunk cukrászdát, meg mindenféle egyéb szövegek voltak, csak épp a valóság nem volt jól felvázolva, ezért a úgynevezett háttér megállapodások, nem az EU aláírt szerződései, a háttér megállapodások, azok az Európai Uniót három érdekszféra, három nagy területi megosztottságra és feladatra korlátozták. Az első az a Mediterránium, tehát a földközi tenger partjához kapcsolódó regionális területek, ez a mediterrán speciális élelmiszer termelés, amit mint egy kincset őriz az ott lévő spanyol, francia, görög, olasz ország. Ez egy egészen, és tudjuk annak az egészséges és nagyon sok tekintetben különleges voltára. A második nagy terület az a nyugat és észak-európai terület, ahol a feldolgozóipar jelenti az igazi jellemző területet. Na most, ha van feldolgozóipari döntő terület, akkor az kell alapanyag. És ezért a háttérmegállapodásokban a teljes közép- és kelet-európai régiót az alapanyagtermelésre állították be. Ezért kellett nekünk a cukoriparunkat, a húsiparunkat feláldozni, az élelmiszeriparunk nagy részét, a konzervipart. Aki tudja, a fiatalok nem nagyon voltak benne, de többiek tudjuk, hogy ennek egy ára volt. Hatalmas ára, és ez máig is érvényes. Tehát mi egy nem a feldolgozásra jellemző, hanem egy alapanyagbeszállítói háttérországgá, majdnem azt mondom, háttérgyarmattá váltunk az EU csatlakozás révén. Mi ennek a biotermesztésbe lévő és a jövedelmezék versenyképességhez kapcsolódó szempontja? Nem külföldi adat. A Központi Statisztikai Hivatal adta ki 2011-14-re jellemző egy hektár területre jutó kibocsátásnak az értékét, az összegszerűségét. A 28, most még 28 EU tagállam között Magyarország az utolsó körül kullog, végső soron néhány országgal, Romániával, Litvániával, Észtországgal, Lettországgal együtt. Magyarul nem éri el az egy hektár mezőséges területről a lehozott kibocsátás, az érték a 1500 eurót. Rendkívül gyenge a kibocsátásunk. Mi ez? Magyarul az alapanyag beszállítás végrehajtása és a háttér országá válása miatt nem adunk nagy hozzáértékű, nagy hozzáértékkel feldolgozott árut, hanem alapanyagot. Amiről volt szó, termelünk kalászost, kukoricát, napraforgót és recét, és kész. És a kertészeteink visszafejlődtek, a gyümölcsöseink visszafejlődtek, az értékes vetőmagjaink visszafejlődtek, tehát nincs hozzáadott érték. Ahol van hozzáadott érték, és tessék nézni ezeket az országokat, ahol az a bizonyos háttér megállapodásban az élelmiszer feldolgozás van, ott bizony bőven az EU átlag körüli, vagy még a fölötti 2,5-3-4 ezer eurós, ami követhető Dánia, Ciprus, Belgium, kérem Hollandiát, amely 12 ezer eurót tud egy hektárról termelni, annak az óriási iparszerű vegyszeres gazdálkodása miatt ne tekintsük követendő példának, de Dániát igen. És erről akár Ács Éva is nagyon sokat tudna mondani, mert ő aztán igazán tudja a dán mezőgazdaságnak a jellemzőit és előnyeit. Magyarul teljesen sajnos egy gyenge kibocsátású és gyenge értéket termelő országgá váltunk. Hogyan tudunk ebből kitörni? Csak a nagyobb hozzáadott érték, és e között az ökológiai gazdálkodás az első. Ezzel tudnánk növelni, persze, ha nem exportálnánk a 70-80%-át a megtermeltnek, hanem itthon feldolgoznánk és úgy adnánk el. Ezért tehát magyar adat, nagyon tanulságos, abszolút kell a piachoz, és így a hozzáadott értéken keresztül a többlet jövedelem biztosításához. Kérem, nem lesz EU támogatás, és pontosan ilyen nem, ami eddig volt a terület alapúnak a döntő része. Ha nem készül fel a magyar gazdálkodás, és nem tudja a biodiverzitást, a sokszínűséget, az ökogazdálkodáshoz, ehhez kapcsolódó piaci helyzetet javítani, akkor maradunk egy gyengén fejlett
háttér országa Európának az agráriumba is. Ezért tehát befejezésül a néhány számot a EU ökológiai piacáról, tessék nézni a fejlődés, 2010-ben még 9,2 millió, most már 15-ben átléptük ezt, ahogy említettem, a 11 millió hektárt, 21%-os növekedés, ezért én bio-boomnak hívom ezt az elmúlt 5-10 évet. Az élelmiszeripari változások, a feldolgozás tehát óriási, 290.340.000-re, és nem is a legfontosabb, ez a szám, hogy az ökogazdálkodással foglalkozó vállalkozáson belül 75-ről 80-ra nőtt a feldolgozóknak az aránya. Nálunk tudják mennyi? Pont fordított. 10-20% a feldolgozó, és a többi csak alapanyagtermelő. Ez az, amit az előbb sajnos muszáj volt bemutatnom. Tehát óriási a szemléleti és a ilyen értelmű jövedelmezőségi versenyképességi lemaradás. Sajnos ezt a szerződést mi megkötöttük. Hogy tudunk ebből ki majd kirobbanni, kiszabadulni, ezt még én nem tudom, és nem is vagyok politikus, nem is szeretnék az lenni, de valamit majd ezen változtat. Az első az, hogy mondjuk meg az igazat. Mondjuk meg a valóságot. Az a legelső. Az a mi dolgunk. Az arányok itt vannak, 5,2, sőt, a 19% a növekedés, itt a vezetők Ausztria, Svédország, Étország, ahol 15%, sőt hallottuk Pétertől, ugye 20% fölött van, de Csehország, Olaszország is nagyon fontos, és a bioélelmiszer fogyasztás pedig szintén 20%-kal nőtt, itt is a vezető országokat látjuk, óriási a ilyen értelmű szerepe Nyugat-Európának, magyarul nem tudjuk még egyelőre fölvenni a versenyt ezzel kapcsolatban. Minden ilyen változtatáshoz kell egy összefogás, kell az oktatásnak a felkészítő része, hogy az agrárium, az agrármérnök, az új kimenő fiatalok és persze az idősebb korosztály is értsen ezekből a számokból, és ilyen értelemben fogjunk ebbe a dologba össze, muszáj változtatni, hogy meglegyen a hozzáadott érték növekedés. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen.